Volodymyr Zelenszky, Ukrajna elnöke szombat esti videó üzenetében arra figyelmeztetett, hogy Oroszország a jövő héten, amikor Ukrajna a függetlenség napját ünnepli, valami különösen aljas és kegyetlen lépést kísérelhet meg. Tisztában kell lennünk ezzel, ilyen ellenségünk van. De ez alatt a hat hónap alatt Oroszország állandóan ezt csinálta undorítóan és kegyetlenül. Mindannyiunknak elég erősnek kell lennünk ahhoz, hogy ellenálljunk minden ellenséges provokációnak, amennyire csak lehet ahhoz, hogy a megszállókat felelősségre vonjuk minden egyes támadásukért és a terrorért hangsúlyozta az elnök. Zelenszky emlékeztetett arra, Ukrajna jövő héten ünnepli az Ukrán zászló és a függetlenség napját. Előttünk áll az Ukrán szabadságért vívott háború veteránjainak méltatása és a krími platform, amely idén különleges lesz. Krím levegőjében szó szerint érezhető, hogy a megszállás ideiglenes, mondta Zelenszky.